Sálkötés a megyei könyvtárban. A finn testvérváros Rovaniemi kezdeményezéséhez csatlakozott ezzel Veszprém. A finn város idén 2010-ben az UNICEF városa. Többek között a sálkötéssel igyekeznek a gyerekekre, a fiatalok érdekeire irányítani a figyelmet. Ezzel az akcióval egy afrikai iskola felépítéséhez gyűjtenek. A veszprémi sál már 6 méteres. Most szombattól a március 15-e utcai klubkönyvtárban lehet még hozzákötni. Rovaniemi városa egy fogalmazásíró pályázatot is hirdetett a magyar testvérvárosoknak, mondta el Vókó Péter, a Veszprémi Magyar Finn Egyesület titkára. Veszprémi iskolások írásait is várják a gyermeki jogokról. Arról például, hogy mihez is lehet ma joga egy általános iskolásnak. A veszprémi általános iskolásoktól várjuk a pályázatokat. Ez egy oldalas terjedelembe lehetne, illetve kellene írni a gyermekek jogairól szól a pályázat. Ezek a felvételek Rovaniemiben készültek. Ide utazhat az, aki a legjobb fogalmazást írja. A pályázat megvalósítását a Finn Nagykövetség, a Veszprémi Magyar Finn Egyesület és a Kukkantó Baráti Kör támogatja. 12-16 éves diákok írásait várják november 10-éig. A pályázati felhívás az Egyesület és a Veszprém TV honlapján is elérhető. A pályaműveket a Kukkantó Baráti Kör címére kell eljuttatni. A díjat pedig a Baráti Kör 20 éves jubileumi rendezvényén adják majd át. Egyelőre meglepetés, hogy ki. 2010. decemberében lesz az eredményhirdetés, az egyelőre még meglepetés, hogy ki fogja átadni majd a díjat, és a nyertes az pedig 2011. márciusában egy pár napot eltölthet a Mikulás városában, Rovaniemiben. Őstupián Alíz, a Gyulafi Rátóti diák 2 éve szintén egy pályázaton nyert finnországi utazást. Élménybeszámolóját, hogy milyen is Rovaniemi, és milyen találkozni a Mikulással, a Veszprémi Magyar Finn Egyesület honlapján lehet elolvasni.